Első híradásunkban folytatjuk értékmegtartó sorozatunkat a Györffy István Nagykun Múzeumból. Ma a múzeum igazgatójától a korabeli dohánytartóról fogunk beszélni, amelyet kun őseink szinte minden nap használtak. Köszöntöm nézőnket, dr. Nagy Molnár Miklós, a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatójával újabb tárgyak között beszélgetünk. Sok ilyen tárgy van a vitrínben, amit még érdemes lenne részletesen bemutatni. Ma mi lesz az, amivel bővebben megismerkedhetünk? Jó napot kívánok én is mindenkinek, minden kedves nézőnek. A múzeum tulajdonképpen tele van érdekes és érdekesebb tárgyakkal, hiszen ma már ezeket nem használjuk, vagy nagyon ritkán használatos tárgyakról van szó, amelyek egy korszakban, egy időszakban természetes mindennapi eszközként vagy tárgyként voltak használatosak. Most ugye itt állunk a pásztorkodás vitrin előtt és a pásztorművészet vitrin előtt. És itt, amit szeretném most bemutatni, szeretnék róla beszélni, amiről nem biztos olyan sok mindenki sok mindent tud, a dohányzacskó. Dohányzacskót mindenki látott, vagy sokan láttak már. A dohányzacskó az egy fontos dolog volt a férfiaknak természetesen, mert hogy ugye a pipát ezzel tömték meg, az itt ebben tárolt dohánnyal. És hogy miért is különleges ez a dohányzacskó? Ez azért különleges, mert ugye ezt kostökzacskónak is nevezték. Tehát ugye, mivel nagy jutartó területről van szó, a birkát, nagy birka állomány volt, és a kosoknak mindent, ugye a birkának minden részét felhasználták. És régen mondták, a fülétől a farkáig. Így van, pontosan, és itt is ugye tulajdonképpen a kosnak a nemesebbik részét, amikor szétszették, nagyon óvatosan bontották ki, hogy egybe maradjon, kitisztították, és ez tökéletesen alkalmas volt arra, hogy a benne tárolt dohányt egyrészt ugye elég nedvesen tartsa, tehát ne száradjon ki, másrészt meg, hogy ne penészedjen be. És ha megfigyeljük, figyelmesen közelebb megyünk, akkor látjuk, hogy a sallangok, vannak rajta sallangok, között ott van egy pipaszurkáló, vagy egy ilyen tűzcsiholó rész, de mellé azért oda tettünk egy pásztorkészséget is, hogy lehessen tudni, hogy azok azért szervesen egymáshoz tartoztak, mert a pásztorkészség is általában, tehát a dohányzacskó mellett ott volt egy külön pásztorkészség is, ami ugye a legfontosabb tűzcsiholó szerszámokat foglalta magában. Ez, ami ki van állítva, ez karcagon készülhetett? Mit tudunk róla, körülbelül hány éves lehet? Igen, ez karcagi. Tulajdonképpen minimum 100 éves. Most nincs előttem a leltárkönyv, abban az adat, abban már nyilván megvan, hogy mikor készült. És hát természetesen, egyébként nagyon ügyes emberek csinálták, ügyes pásztorok készítették, mert ugye volt olyan pásztor, aki ugye a kosherélést foggal végezte. Tehát ugye állatorvosok előtt, ugye nem voltak állatorvosok, azt valamikor meg kellett csinálni, és hát ekkor, amikor ezt megoldották, akkor bontották le, és abból csinálták a dohányzacskót. Egyébként ezt meddig használták, mert már azt gondolom, hogy azért a pásztorok nem ezzel foglalkoznak, nincs már, aki ezt megmutassa, hogy hogy kell. Vannak még olyan idős pásztorok, akik képesek rá, meg hát már természetesen nem foggal csinálják, meg a állatorvos csinálja tulajdonképpen, de hát ma már nem használatos ez a dohányzacskó, mert ma már mindenféle dolgot, mindenben látunk mást, meg hát ugye nem is szűzdohányt szívnak a pipában, mint régen, amikor fontos volt, hanem ma már mindenféle dohányt. Akkor azt gondolom, hogy megint megtudtuk egy érdekes tájnak az eredetét, és gondolom sokan nem is tudták, hogy ez innen ered. Reméljük, hogy tudunk még sok olyan tárgyat mutatni, amivel fölkeltjük az érdeklődést, hogy legalább virtuálisan egy kicsit most megnézzék a múzeumot nézőink. Igen, egyébként szeretném felhívni a figyelmet, hogy a dohányzacskó mellett van egy bika zacskó is, abban viszont sót tartottak. Az sótartásra volt alkalmas.